Üdvözl, Lehellet YouTube! Elkezdődik a várakozás az Object 452K műhelyre. De mutatom, mivel kezdünk. Hoppá! Dűne! Part 2! Megszerezzük a Prime csomag cuccait. Ezt most gyorsan be is zárom. Nem arom, hogy lássátok, hogy pontosan mik az adataim, ezeket gyorsan bezártam. Legalábbis előtte elrejtettem. Ugyanis a Dűne második részének a cucca az a lehetőséget ad nekünk arra, hogy szerezzünk rengeteg 5-szörös XP szorzót. Ami pedig azért zseniális, mert hogyha ezt ugye megkapod, akkor ugye sokkal könnyebben fogod majd tudni a filmodokat a tankhoz előkeríteni. Gyorsan beszerzem, van ilyen banki tranzakciós szusz meg minden, és semmin tudom mutatni a dolgot, mutatom majd nektek. Meg gyorsan beszéljük azt, hogy amúgy megéri, nem éri meg ez a tank, stb. Vagy legalábbis, hogy nekem erről még a meglátásaim. Na, és miután megcsináltatok a dolgot, erre rá lehet kattintani, és akkor elvileg megvan a package. Ugye az Arrakis homokja, vagy az Arrakis-i sivatag csomag, nem tudom pontosan mi a magyar neve. Maga a műhely egyébként terem lett volna, Wargaming bénázott, legpajzsol, stb. Szóval majdják ki, 18 órakor kezdődik. Én igazából amit ajánlok, amit én tudok ajánlani, engedi szerkeszteni ezeket. Kicsit bagos. Hogy ne költs rá se aranyat, se ezüstöt, se kötvényt, se töredéket, se univerzális töredéket, mert szerintem ezek jól fognak jönni majd a lengyel tankvadászokhoz, a csehszlovák tankokhoz, kötvényt lehet költeni felszerelésre, primtankokra, egyéb dolgokra, kredit önmagában ahhoz kell, hogy köszönjük driver, hogy vagy kell ugye a játékhoz, tankvásárláshoz, mindenre. Aranyat nem éri meg rákölteni, mert 10.000 szabad XP-t tudsz szerezni 400 goldból, szóval csak szabad XP, és ráküldeni egy misit. Szóval ennyit. A leggyorsabban úgy lehet megszerezni a tankot, hogy Ctrl-C, Ctrl-V szak egyet. És hát ja, megyünk érte. Jó a célunk. Na jó, nézzük meg, hogy megkaptuk-e a Prime-os cuccokat. Elkezdünk be a játékba, aztán várakozzunk. Okay. Nézzük, hol találjuk. Hát nem itt. De nem tudok rákattintani, szíves. Csinálunk egy olyat, hogy kilépünk a szerverről, vagy vissza, csak hogy megnézzem, hogy a Prime Gaming cuccokat átvettük-e.
Figyelj, Göri, játszol a játékkal, búzol a kertet, beaktiválod. Igazából ennyi. Na, Alakis homokja, Prime Gaming csomag. Hol vagy? Szükségem van rád. Alihúró, hi. Na igen, aki... Ah, ez az! Tessék. Meg is van. Prime Gaming Reward. El abból ad nekünk egyébként 10 darab ötös szorzót, ami amúgy tök jól fog jönni. Ezen kívül tudsz még választani 5-öt, szóval 15. Ó. FC50T. Annó én ezt becseréltem a Liberty-re. Na, szóval visszatérve a Turtle-re, volt egyszer valami aukció, ahol bent volt a Turtle 6 misért. Én nyomkodtam neki, hogy meg akarom venni a tankot, meg akarom venni a tankot, és egyszerűen nem engedte. Aztán utána kiírta, hogy bocs, hiba. Na, 1 millió. Ennyi lesz. Ctrl C, Ctrl V, 1 millió. És megvesztük a tankot. Én, figyeljetek, én ezt gyűjtögettem, a szabad XP-t már mióta gyűjtögettem. Csak azt nézzétek, hogy 10.000 szabad XP az kijön 400 goldból. Az 1%. Ha simán csak goldért akartok tankot venni, ugye akkor az 55.000 gold, ezzel a megoldással csak 40.000. Szóval, ja, erre kell meg kattintani, amilyen gyorsan csak tudunk. Lehet, hogy én meg is nyomok valami, vagy nem megnyomok, megnyitok valami olyat, hogy nem tudom valami pontos időpont, hú, vagy nem tudom. Na, pontos idő. Van ilyen pontos időpont, hú, nem? Aha, pontos idő. Aha. Na jó, hát reméljük, hogy nem jön fel semmiféle kecskepornó közben, de ott is van. Jó, hát 10 perc. Igen, mert szeretnék egy minden kisebb számot. Nem kell fosni, el van már mentve az 1 millió. El van mentve az 1 misi. Ki van már másolva, már csak várakozunk. Szerintem 60 TP-t tud helyettesíteni, tehát alternatíva lehet a 60 TP-re. Az egyes szerintem az nem megszerezhető, tehát egy ilyen kettes számú, talán esetleg. Áramszünet, csak nem! Csak nem! Chat! Amúgy komolyan mondom, izgulok, nem próbáltam még ki a tankot. És szerintem, tudom, szerintem jó lesz. Meglátjuk. Úgy én, nem tudom, én tényleg szeretném megszerezni a tankot. Majd valami felszerelést pattintunk rá. Nem tudom, hogy milyen tankról pontosan. Mondom, hogy nem próbáltam ki, Mehi, nem tudom milyen tank. Mindjárt megszerezzük, aztán kipróbáljuk. Figyelj nekem, döntenem kell, hogy vagy dobunk rá egy ilyet, vagy dobok rá egy ilyet. Ugye fel annyi HP-t ad, cserébe valamilyen szinten ugye védi a belső moduljaimat. Hát csak nem fog ezt kifagyni.
Nem goldot, nem költünk rá szabad XP-t. 1 millió szabad XP-t ráköltünk. És mondom, van pontos időnk is. Tessék, ez a pontos idő. 17:52. Szóval olyan 17:59, de elkezdek, érted, mint az őrült kattingatni. Hát várjál, ha mondjuk, és azt nézem, hogy mondjuk ha veszek mondjuk egy 7-80-at, ez volt bent ugye a legelőször. Na ennél én voltam a 3439. pedig azonnal csináltam mindent, tehát nagyon-nagyon gyors voltam. És ez egyébként nem egy rossz tank, én nem úgy tökre szeretem. Utána jött be, ha nem tévedek, a Lyon. Utána ez a tank jött be. Ennél 4303-as voltam. És amúgy ez se egy rossz tank, ez is tök jól működik. A KPZ volt még utoljára. Ennél pedig a 779. voltam, de itt nagyon gyors voltam, és van is egy Clipperről, itt nagyon-nagyon-nagyon gyors voltam, de nem elég gyors. Most milyen számot szeretnék? Ettől a kisebbet. Nem kell hozzá megvenni a Prime csomagot, a Prime csomagot azt nem mutattam meg nektek, mert ad 15 ötszörös XP szorzót. Ami azt jelenti, hogy elkezdek majd játszani a 452K-val, pikpak lesz fullozva a field modja a tanulnak. Ettől kisebbet szeretnék. Mondjuk egy top 100-at például. Hát például már egy 777-nek örülnék. Hát a 001 az szerintem az nem opció, nem hiszem, hogy működőképes lenne. Vagy egy... Amúgy szerintem vannak olyan számok, amiket nem lehet megszerezni, szerintem a 042 az ki van csukva, hogy beférjen. Nem 57-kor, ez az esemény 18-kor kezdődik, kereken, pontosan 18 órakor. Én szeretnék egy kisebb számot. Figyelj, nekem eddig meg volt ugye minden műhely tank, itt a KPZ. Ez is egy valami hatékony dög. Ott volt a Lyon. Nekem eddig megvoltak ugye ezek a tankok, és ezeket én szerettem. Jól néz ki. Hát, Krisztián, most fogom megszerezni, szóval nem tudom, hogy milyen tank lesz. De kíváncsi leszek rá. Már amúgy kevesebb, mint 5 perc. Nézzétek, mennyi az idő. Kevesebb, mint 4 perc. Jaja, van pontos időnk is. Chat. Rá vagyunk feszülve erre. Most vagy soha. Szerveren egyébként, hát közel 200-an vannak fel, nem olyan sok. Azt hittem, hogy többen fel leszünk. Amúgy, ha behúznám a 452-est, az amúgy OP lenne. 069. Nem tudom, 69, amúgy nem tiltott szám szerintem. Ezt neki tudja. Szóval, ja, ez volt a legelső tank, és ugye ebben van is egy ilyen
túlőképességi nevelő csomag, mert ez mindig gyullad. Ezt szamúrekkelik, ezt gyújtják, ezzel minden baj van. Amúgy arra van némi esély, hogy majd karácsonykor ezeket a tankokat, amiket most nektek bemutattam, ezeket majd meg lehet szerezni. Oroszoknál ugye meg lehetett. Nem, mi nem dobtak fel. 2,5 perc. 2,5 perc van hátra, chat. Nem tudom, én amúgy komolyan mondom, izgulok picsába már ezzel. Nem tudom, mit izgulok rajta, de... Na jó, izgulok, mint az állat. Kevesebb, mint 2 perc. Release. Hát igen, igen. Ott van még mindig az egy misi, nem kell kétségbe esni, mindig ott van. Reméljük, hogy az nem baj egyébként, hogy van egy szó köze a nullák között, csak nem baj. Kevesebb, mint másfél perc. Ja, csak szabad XP. Szépen lassan, kevesebb, mint egy perc. Szépen lassan, kevesebb, mint egy perc! Chat, kezdek megőrülni! Nem bírom, ez a feszültség! Lehet inkább... kimásolom így, egy misi. Kevesebb, mint fél perc. Ajaj. Egy kevesebb, mint fél perc van hátra. 47. A vágólap még mindig működik. Jó. Nézzük. 4. 3. 2. Egy, elvileg most már látnom kéne. Let's go! Nem! És igazából de közben mégsem. 231. Lassú voltam. Na íme. Object 452. 231-es számmal. Ja, kicsit lassú voltam, de mindegy. Azért GG's. Na, próbáljuk ki a tankot. Várjatok. Összepattintjuk. Dobunk még. Egy V-stabot base-re kell. Carro Leon Chieftain. Hmm.
Hát a Lyonról belopjuk. Most mindjárt megnézzük, hogy megérte. Ja, igen, aha, nem tudjuk, mennyi van még belőle. Hát kíváncsi lennék amúgy. Na jó, mindjárt bevisszük, aztán megnézzük, hogy a Tom mit tud. Reken 11 szakás töltési idő. Nem úgy féltek, szerintem nem egy olyan rossz a 2.31. Nem egy rossz érték. Bár lehetne kisebb is, de mindegy, jó, az így elfogadjuk. Reméljük, hogy ez a tank nem kell sok hívlövedéket tüzelni. Nem tudom, meddig várjak. De vigyem már most, várjak még vele, mi legyen? Elfogyott minden színes verzió. Micsoda, a QB-nak 2.91-es? Akkor végre kisebb, mint QB-nak. Bár ez nem biztos, hogy jó hír, ugye? Tehát minden relatív. Ebben az esetben jobb, hogy kisebb, mint QB-nak, de... Na nézzük, hogy megcsinálták a páncélt rajta. Hát amúgy, ja, 400 mm. Jó, oké. Hát akkor megcsinálták, főleg push bug fixálva. Egyébként nem tudom, mennyire figyeltétek, de a 3D modellnél el van rejtve a gyenge pont. Ja, eléggé gyors voltam. Hatchet, mi legyen? Bevigyük. Amúgy lehet, hogy őszinte ez attól, hogy nézegettem. 60 TP feeling. Hát figyelj, mondjuk kicsit lefletolni, mondjuk egy ilyen 2 órás session beleférhet, aztán rondfonal baby. Na, viszont intől kezdődően következő cél, hogy szerezzünk szabad XP-t. Na, csináljuk. Rámegyünk a filmodokra, szerintem 2 óra alatt lehet húzni. Holy moly! Az igen. Azt mondja, hogy 11, 10, 21 darab object, 452 kell. Nem rossz, nem rossz. Egyes pingem van. Ja, jó matchmaking, van HP. Lesz mit lőni. Ajaj. Oh boy.
Hát a hasremeze nem kapta. Amúgy ez a 3D skin mocsok jól néz ki. Elrejti a gyenge pontját. Egy kicsit így megemeli a testét, és nem tudom ellőni ugye a objectet. Holmi bagett. Az jó. Betolt a jó vágent a fater. Hát eddig annyira nem kiemelkedő amúgy, azt kell mondanom. Már a teljesítményem a tankol. Azt nem vágom, hogy vajon mennyire tudnék ezzel a tankol mozogni a térképen. Na, nem nulláztam be a tankkal. Oh fuck. Amúgy talán megnyerhetjük. Oh-oh. Valamint úgy érzem, hogy bejönnél a dühöngőbe, nem volt egy bölcs döntés. 3 gammárkos srác. Aha. Kritikus semmi. Úgy HP-ban elég jól állunk. Jó, innentől amúgy talán lehet fordulni. Csak nem fordulom megint belül hátulról. Bárki tudja. Ja, középen lévők szívnak. Ezzel ment be. Vigyétek el! Szép! De valaki píkkeljenek, nem van töke. Csapattársak jól csinálják. Hoppá! Kapta halt. Van valami afkoló estérvi az ellenfélnél? Amúgy ja, van ott valami afkoló tank. Kapja. Ja, azt nézem, ez a frontán célzat nem annyira béna, mint amire én számítottam az elején. Hátulról beletunkoljuk a testébe. Run boy, run! Hogy tud a csapattársam lepattanni a seggéről, az hogy csinálta? Ah.
A gyenge pontját relatíve könnyű kiismerni. Menj ide, Karov, utasd, mit tudsz. Jól csinálja. Kupola. Hoppá. Vajon, amúgy igen, ez a kérdés, hogy vajon ki volt az, aki megszerezte az Object 452K 452 darabját, ez a kérdés. Ki volt ez a szerencsés mázrista? Hát, ez az én csatám volt, de figyelj, ahhoz képest amúgy, hogy az elején szénné darálták a testemet. 3000 sebzése, még azt mondom, hogy egész jók voltunk. Na, hello Lengel, látom, te is itt vagy. Első kör, gondolom. A tankkal. Nézzünk még egyet. A laza 5700-as átlag körlegen már volt. Nagyon laza. Na hát ebben a körben már kevesebb a Bobject. 3 az ellenfélnél. 3 nálunk. Amúgy nem tudom, nekem eddig ez a tank amúgy tetszik. De majd lehet, hogy el fog telni egy kis idő, aztán azt mondom majd, hogy 452K, akkor egy hulladék. Kíváncsi volnék arra, hogy vajon miért döntöttek úgy az emberek, hogy ez a tank egyre kell nekik. De mondom, szerintem úgy maga a tank rohadt jól néz ki. Amúgy nem fogok hazudni, chat, egy kicsit fura. Ez a csata, meg ez az egész. Olyan furán helyezkednek a többiek. Ennyire hétvég lenne benne a játékban. Európai szerveren. Dübörög a hétvége. MO? What the fuck? Hello, yeah, shit. Ellenfélnek, 4 HP időnye van. Jaj. Hát, a clicker tud játszani a játékkal, attól tartok. Paprika. Mekkora szemét lehet, az ellenfél a Bobjectje. Hogy lögdöstem már a Sarsen 3-at? Mert a hit. What the fuck?
hasi lemezén ellövik. Az a baj, még mindig brutális előnyben van HP szinten az ellenfél. Parták lő el a 700-at rajtunk. What the fuck? Nem állunk jól. Van nincsen gandapünk a Conquerorra. Hát tipre, még mielőtt letolnak bennünket, run. Hát, uraim, nem fogok hazudni, ez egy nagyon-nagyon-nagyon hétvégi feelingű karika. A hétvége, mint olyan, ami brutálisan érződik ebben a játékban, vagy inkább ezen a szerveren. Brutálisan hétvége van. Az ellenfél 15, vagy várjál, 15 tankra rendelkezik, már 5-öt elvesztettünk. Kiszedtünk 4-et. Ennyik az a pénteki napon 4-52 kell a játék. Nem tudom. Lehet, nem volt egy bölcs döntés, nem mindegy. Mondjuk az ilyen sét az ugye beleállt a pofonokba, annyira nem. Szerintem főként a hasilemezén. Na várjál, ez már egy olyan csata, ahol több a Bobject. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tang nálunk is. Úgy rossznak nem tűnik. Ugye azt tudni kell, hogy én egész eddig, hát ilyen 17-30-ig orosz szerveren toltam, és itt nagyon kurva ez a európai hozzáállás, EU szerver eléggé furcsa.
Tényleg olyan káosznak érződik ez a szerver. Mintha mindenki csak így menne előre, ész nélkül. Mi a picsa? Oké. Most szerintem chat, az európai emberek nem tudnak játszani ezzel a játékkal. Egyre inkább így érzem. Hát de, ha a szénné lőjük őket, tier 10-ben. Mi a fene? Chat, ez a szerver, az európai. Hagyjál békén. Ez de undorító. Hátulról amúgy tudnak menni szerintem erre a tagra. Hát igen, de... Na jó, mindegy, majd... Később majd erről beszélünk. Halt. De nem ezek az emberek. Ilyen nulla taktikával csak tolják a W-t neki. Nagyon fura. A rossz szerver után ez a Divide nagyon fura nekem. Kicsit tényleg olyan, mint hogyha így nagyon stresszelnének, vagy annyira lazák, hogy nem stresszelnek, és akkor csak tolják neki. De hallod, 3 perc életet, és már lényegében vége a játéknak. Ez mi? Hát már nincs ellenfél, eltelt 3 perc, és már nincs ellenfél. What the fuck? Van egy Noobcamp régi PZ. Ez a szerver chat, ez a... Nulla IQ emberek tolják ezt a játékot ezen a szerveren, én mondom nektek. Davaj, davaj, szuka, tolják neki. Ez mi? Négy perc, 46 másodperc és így... Az ellenfél elporlad. Így voltak, nincsenek. Érdekes minden esetre. Hát én lehet egy kicsit lassú voltam, Zioner, jobban belegondolok ebbe. Hero Zero, csecse. És
elmegyek Huldent játszani. Ez jó lesz nekünk? Nem hinném. Hát egyébként úgy érzem, hogy legalább egy egyes szintű kísérleti HP rendszer kell erre a nehéz számra. De inkább egy kettes szintű, vagy hármas. Elég egy gyúlékony, amúra kérzékeny, engem is eléggé sokszor előnek. Tartályon, lőszerekszen. Csak ugye nem robban fel a tankon, nem gyúl ki a tankon, mert ugye van bent kisri HP booster. Hello, Pumphreys, cha-cha. Hello, Projetto. Kumulatív volt ezen a papa. Hát azt áttúlták. Ha elmentem volna az 1-es-2-esre, már nem lennék játékban. Ez a tankoles, hát... Nem tudom, hogy vágyok-e arra, hogy megszivassanak. Amúgy mennyi emberünknek van meg kezó ez a tank. Nem túl pontos. Pedig overpeak-el csak pont nem figyeltük. Nekem majd nézem a legénységi képességeimet, olyan, mintha az a tank amúgy kevesebb view range rendelkezik, mint amit szeretnék látni. Az AP kevés lenne hozzá. Lehet, rá kell majd szoknom ezzel a tankkal a hírlövedékre. Amúgy a WZ, ha esetleg visszajönne spottolni valamit, az jó lenne. De a páncra beadta. Ja, kell a hit ez a nehéz tankol.
alatt hitlövedékkel a haslemez nagyon lazán megvan. Több hitlöverékkel chat. Az AP önmagában kevés lesz, hittel kell lőni erre a tankra. AP-val a haslemeze olyan, hogy vagy beadja, vagy nem adja be, függ attól, hogy hova tüzelsz meg, ugye hol találja el a célpont védelmét. Hitlöverékkel nagyon lezen átkönthető a frontplán célzat. Szóval... Lecsökkentjük az AP 17-re, 14-re növeljük a hírmennyiséget, több hírlövedékkel. Go next. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc bobzsat az ellenfélnél. Az szép. Egelban vagyunk? Aha. YouTube-on nincsen hang. Komolyan? Lehet itt az emberek nézik YouTube előadást hang nélkül már lassan 6 órája. Jó, igen, a legénységet valóban elfelejtettem. Középen sehol senki. Hello, csicsó, hi hi, ciao ciao. Van-e még a tankol? Jó kérdés. Az a baj, hogy onnantól, hogy megvásároltad, már nem látod. Az YOLO. Nagyon jönnek. Nem úgy szerintem, nem is az oroszok szeretnek itt jó vágent tolni valójában, hanem az európai játékosok. Hát ezeken a tankokon nincsen fék. Én attól féltem, hogy itt majd az orosz szerveren fognak az emberek ész nélkül játszani, meg pusholni, mint a hülye erre. Az európai játékosok, csak a W. Van a... Lecke HP hátrány, adjál már békén.
AP-val talán kár próbálkozni, amúgy ez tank AP-val szemben egész hatékony, meg gondolom ilyen pedó tankosti. A 8-as tankok már szenvednének vele szemben. A baj, lent van rengeteg tankja az ellenfélnek, ugye? Ah, hello. Papíron az N4 nem tud velünk végezni. Idióta. Viszont kéne a csapattárs. Jó. Én mindig kéne a csapattárs. Az fater. Mondom, ezek az emberek európai szervren csak tolják, tolják, let's go, davaj, szuka, kiáltják. Nagyon fél perc jövök vissza, chat. Az emberek az európai szervren idióták, egyszerűen teljesen, ah! Riri. Szia Tibi. Hello life. Nem tudom, hogy mi van ezen a szerveren. Csatározás. Megnézzük, hogy full 452k szakasz van-e. Na jó, csak 452 kell. Hello, hello. Hello, hello. Hello, nem. Igen. Igen, helyes. Úgy, úgy. Felépök ma a stream, majd látlás. Le kell némítanom a streamet, várj. Ja. Elég volt a sok Pepe Gábor randomban. Hi. Le némítom én. Szereztél tankot? Hogyne. De szörkül meg lelépett, megszerezt a tankot, azt elhúzott valahol. Nem mondta, hogy neki mennie kell, viszont kell. Ha megszerezném, csak az albélet fontosabb. Az buz is. Ja, a tankban nem lehet lakni, nem? Mit tudtál belőle save kihozni? Hát egyébként eddig nem sokat. Konkrétan annyi volt a játékom, hogy mindenki dupla vittol vele. És küldik neki, hol van a statom? A falkába. Ezt néztem, hogy falkába megindultatok. Falkába. Olyan szar ez a tank 560 alfába a falkába, ugye? Főleg ilyen 10 másodperc, 10,1-2. 10,19-re levittem a töltési időt. És a hányos lett a tiéd? Az...
2.31. Oh. Ja, én nem bírtam rányomni a boltra, át kellett lépjek a másik szerver. Úgy lett a 38.042. Ja, mondjuk meg... írhatták volna, hogy a töredékeket egyesével kell rárakodni, tehát nem ilyen csúszkával, és csak 64-et lehet rárakni. De másik kérdés az, hogy nekem miért nem engedte az összes szabad XP-met felváltani, hanem inkább az aranyt engedte. Ez is érdekes volt számomra. Nem volt direkt az bába előre? Nem, mert lenúráztam az egészet, és próbáltam feltenni az összes szabad XP-t, és csak 200 ezeret engedett, pedig pont azért váltottam át a szabad XP-t, hogy olcsóbban jöjjek ki. Ugyanez volt nálam is, maradt 6000 szabad XP valamiért. Saját, valaki ugorjon már be. 1452 K-val, csak megnézzük, hogy CV működne. Dankeschön. Benn is vagyok. Ja, tényleg. Na. Hol van? Még valaki? Egy emberke. Amúgy is kell egy med, bejött, akinek nincsen izé, milyen tankja. Egy medre mindenképpen szükség lesz. Ja, igen, a legénység. Pedig nagyjából minden rajta van. Mekkora view range-etek ezzel a tankkal? Amúgy tudod, miért nincs meg a view range? Hiányzik rá a filmod, vagy róla a filmod. A 440 meg 803 a rádió. 440 a látótáv. Ja. Az átszázás meg 10,4. 0-4. Honci, nyisd meg, hátra bejön valaki légiósként. Hello. Hello. Szia, Csezó. Csá. Hát annak közöknek, akikvel még nem találkoztam. Nem köszönhetek többször neked. Messzé. Gyere be az osztagba. Elvileg bunkóság, hogyha akivel már találkoztál, vagyis hogy akinek már köszöntél, és még egyszer köszönök, az az bunkóságnak számít. Hát én nem azt tanították, hogy nekem ezt mondták, mint egyszer se. Fogadja le. Munka. Úristen. Nagy a munkahelyen, mindenkinek egyszer köszönök. Csak 3 darab 452K van. Ezó. Tessék! Fogadd el! Mit? Invert! Milyen invert? Elrakjuk állat. Már a harmadik helyre. Ja. Állnak ki majd veretünk neki. Nézzük, hogy van-e ilyen tankja. Hogy ne lenne. De jó lesz ez. Hát, ha van is, nem vittem ebbe randomba. Amúgy van. Nem baj, megvan. Tegyél be tartalékot, Honci. Meg bombázás, meg ilyeneket. Tessék. Ez ebből lehet, hogy CV tank lesz előbb-utóbb. Ja, oh shit. Már CV-re bevihetjük, vagy úgy, hogy izé? Hát, hogy mindenki ezt fogja nyomatni. Meta, úgy értette, hogy... Ja, hogy meta, ha. Tessék, le lehet tesztelni a tankot, oda néz. Azt a kurva. Egyébként mindenki ezt kérdezett, hogy CV-re működik-e, mindjárt meglátjuk akkor. Na, figyeljetek ott. Akkor aranybőztem. Hát mondjad tőlenek. Hát balra menjünk a város felé szerintem. Nem érünk oda, hanem arra megyünk ezzel a tankkal. A 650-es, hogy nem tudom mekkora. Csetem írják, hogy most itt kíméljük, nehogy idegbeteg legyen. Én most halál nyugodt vagyok, megvan a tank. Benézzek, hát látom a groszt. Azok, hogy mindenki számozott, csak én. Na mindegy, én vagyok, meg te bárám. Menj. Miért nem vagy számozott? Mert nem tudtam megvenni, szegény. Mert az enyém mellett otózni kell, paternak meg meg. Jókor az faterodé a... Aha. 2000-es. Amúgy szerintem bejöttek pár tankol a városba, vagy akár minden tankol, mert le vannak dönt. Egy várjál? Vagy elmenek körbe. Szerintem körbe mennek egyébként. Én beállok a kebzónára. Én innen várom őket.
Aha. Az, onnan jönnek. Értek be a kepre? Még egy tank legalább álljon be. Akkor azt nézhetjük, hát ha elvetjük őket, mikor mennek Unlucky-ra. Nézd, 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 ott a cross srác. Az minusz. Előre gyertek velem, Bubu. Megyek, megyek. Várj, megyek én is, Fenci. Jó szép. Nice. Mekkora metal 452, gá! Egy lövéssel lövök ki a tankot. Még egy lövés. Amúgy csak mondom, hogy a guest megy, szóval toljátok neki. Erre a zenére, veretünk el. Oké, 277-re mehetünk. Kettő 77. Még mindig srácok. Kezdve ellövöd? Töltök. Szeretnél nagyban. Ott a 260 szembe. 260 szembe srácok. Rámegyek. Megyek én is akkor. Mekkora szemét az a 260? Nem sokáig. Érzel ide. Érzek le. Köszönöm. Megy. Most voltam. Hát, azt hittem behasz mögé, vagy elém, vagy mit. Jó, pont volt ültem. Mondjuk ilyen pályán... Úgy csinál. Megvan. Mondjuk róla, amikor az ám pattonnak amúgy. Pattani nem nagyon pattantak, de... Az a kiadtam matek. Ez easy volt. Hát azért HP-ba is jobbak, hogy vagyunk így. HP is minden. Turbóval, ki még kíváncsi lennék, mit tud. Arra én is gondolkozom amúgy őszintén. De meg lesz a field mod. Nekem ki van full moldozva. Spar XP-t arra elköltöttem, ha már nem tudtam betenni. Na, várjatok nekem, nekem volt egy lövésem a 260-ra, amit elrontottam. De azt írja, hogy 7x7x7. What? Mi? Akkor mégse rontottad el, csak más találta, nem azt a 260-at. Majd visszanézem a streamet. Nekem is azt írja, hogy 7x7x7. Hát te mindent. Nem hiszem. Hát te mindent eltaláltál, nem? 5-5k-s öplés. Te a murakkeltek ki az egyiket? KPZ-t ki a murakkeltek. Hát szerencsétlen. De azért, mert én láncoltam. Te láncoltad, én ugyanott lőttem. Igen. Meg a láncnál, és pammóra. Tegény amúgy. Nem értünk fel a sebzésre. Bocsánat. Fellépett Unlucky? Hát nem tudom, van egy P. P Unlucky? Hello. Te vagy Unlucky? Igen. Oké. Ali. Hát azt hittem, hogy tartasz ott velem egy cross-t. Jól ott hagytál, baszki. Hát, ember. Sorry. Amúgy, Ponci, mi ez a 900-as Shadow? Legutóbb még ezren voltunk. Mi ez a 900-as? Az nem én voltam. Nem játszottunk már egy hete. Mire kimentem oda a hátsó házhoz, kizummolok, mondom, látom a döntögetnek, pingeltem is, hogy már ott vannak. Aztán addig úgy elhúztál, mint a valami. Mondtam a többieknek, hogy onnan jönnek meg, hogy belök a kezdőzónát, csak nem hallottam, nem volt ebben a Discordon. Hát számítottam rá én is, csak... Arra nem, hogy ilyen autistába betolják rám heten. Igen. Hát kapott... Milyen cross kapott az egyik KPZ? Hát azért cuppantam rá a falra, mondom, nagyon jönnek, hogy valami cross-ra tudtok lőni. Ez kapott olyan fókuszt, ja. Ja. Én lőttem ki, chef, meg még valaki meglövődözte, meg szembő. Én meglőttem. Ez nekem az biztos. Ez. Hogy csábó lőtt egy dikepet, a bubú letrekkelt, egy kiammó rekkeltem. Azt nagyon kaptam, úgy én ott rögtem is magamban. Jó, az sokat segített a csatán, hogy az kapott egy ammut. Az biztos. Instant tank minusz. Még egy pár másodpercig ért volna, ott hárma mentünk rá. Na. Milyen ellenséget kapunk? Oh boy. Aha.
Van értelme 5-2 tűzni, vagy menjünk középre mind a heten? Szerintem menjünk mindannyian. Nem együtt menjünk. Fogjuk egymás kezét. Amúgy, Fonci, azon gondolkoztam, hogy nem játsszuk ugye az ilyes heteket, mert általában mindig lassúak, és akkor abban bízunk 257 jobbnára, de az ilyes hét jobb lesz, mint a CV-re, mint a 257. Az ilyes hét nekem gyorsabb, mint a 276. Azt hogy csináltad? Nekem a 277 sokkal gyorsabb, mint a ilyes hét amúgy, de oké. Jó, de nekem úgyis van főszerelve, szóval borázzában mi minden. Ja. Hát igen, kezdő ez a festés, ez... Pillanatok, hogy sorgó, tesó. Jó, hogy a faderak pontjára vannak. Legyen RVL valószínű. Neki meg lett? Neki megcsináltam, persze, nekem volt most. Ja, hogy megint te csináltad meg. Igen, mert ma a fader már dolgozott, mert nem volt. Véget ért a betegállomány. Elővetjük olyan rosszban. Lapos. Honnan látom? Én eltaláltam. Címre rendsik. Ilyet bemegy oda a sarokba. Lebombázom. Amúgy rámpát senki nem játszik? Hát, főmegyek. Jó. Ide jöttek mellébb, tudjátok őket lőni. Valaki főmet a rampára. Bazd. De aladjunk, toljuk rájuk, nincsen elbérjük, nincsen kettőfeltük, toljuk rájuk. Toljuk rá őket. Hajjon meg, mert 780. Gyertek be, srácok, a többi tankos. Mondtam. Öntről is gyere be ezt. Ugye egy lövéses. Köszi bugt, ez jól esett. Te egy lövéses. Viszem. Jó. A szép a másik mellettetek, mellettetek. Balra, 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 bubu. Balra, bubu, balra. Bubu leszarja. Jó. Bubu, balra. Mi sikit van, ne lepéleli. Bubu. Ne fész, ha gold le, létszi. Hát ez... Nem volt jó HP. Kezó, van kísérlet rajta? Kísérlet HP booster hiba. Nem tudtam megjavítani, mert sárga volt, és fordadott a láncot javítottam. Menjetek ki három tanka, egy meg menjen föl az RBR-i. Bombáztok, mert csak húzzuk be. Amúgy... Kezó, kell a nagy felszerelés, tűd. Bármint. Hát nagy felszerelés kell, nem? Nagy vitócsomag. Javítóra írt? Pékel az RBR. Elment a kérdésre. Pékel az RBR, Szilom. A izével a kísérletivel nem akartam baszakodni, mert hogy van most egy rahelyedni, csak most mire izét. Inkább játszunk. Inkább felrobbansz minden körbe. Na csak rá kell tenni. Az tier 1-est lehet szerelgetni, meg vinni a másik tankra. Jó, akkor ráteszem most egyből. Én ráraktam. Ez nem volt rossz vétel. Sajnáltam rá 40 ezer kötvény, de... Nekem is tetszik amúgy. Ja, egész jó. Félvesén benne van. Inkább hagyjuk, hogy mi van benne. Ahhoz zsidó vagyok, hogy rendes pénzt adjak érte, de a kötvény az... Nem, nincs benne rendes pénz. Ja, az nincs benne. Nem. Pár prémium tank, meg... Egy kránvág. Ládából beváltottam a izét. Nekem meg valami... Ilyen több terkör rájött, hogy meg kell jelenni. Ott a karikás. Úgy filmmódoknál melyiket érdemes kiúzni? Szeminek. Majd a főnök meg. Egyébként meg... Én az első nőt. Baloldali, baloldali, jobb oldali. Ja, passza van itt. Hát jobb oldali, baloldali. Jó. Nekem ki van fullozó, úgyhogy jó.
amit nem engedett betenni szabad XP-t, azt erre elköldettem. Na. Kettes szintűt be lehet tudtam rakni. Elég ott. Na, elég. Hú, feed modokta nagyon jó. A kettes szintű, mennyit ad a modul élettartalmhoz? 70 százalékot. Hallott, Honci, az a kiegészítő védelmi rendszer az jó lesz a végén. Na, azért gyorsan átolvastam, amikor mondtam, hogy mit kell rárakni. Köszi rád. Ennyi 770. Ez a tank hatékony. Nem tudom, most vagy nagyon jól játszunk, vagy a tank hatékony, vagy gyeng az ellenfél. Akkor inkább a tank hatékony. Igen, szerintem is. Nem, ahogy ledarálunk mindenkit, így rámegyünk rajba. Gyenge a zenem. Legyen meg önbizalmunk, mi vagyunk erősek. Ennyi, ennyi. Tanultunk a frontline alatt. Szól. Mindenki a legjobbját adja, félünk Föncitől. Nem gondoltam, hogy ilyen sok tolhunk lesz amúgy. Azt hittem, hogy kb. Sejnő fél megvásárolni. Ahhoz képest. A KPZ után. Mert a KPZ nem lett meg, aztán ugye erre rárepítünk, hogy legyen. Ez most fixen el fog fogyni, mert néztem 180 ezer player volt aktív, mikor elindult most, a licit. Most is. De most se félni, jöttem is neked tegnap a cseten, hogy nekem biztosan meg lesz. Most is van föl majdnem 100. Igaz. Én is passz voltam, a chiftet nem szereztem meg. Most új inged van? Vagy... Kezd volna. Nem felvallam most. Kimosta a régi. Igen, azt akartam mondani, hogy kimosta a régi. Nem, hát nem szoktam kékbe alanni, most új voltam vele, hogy na akkor vegyük elő. Már pénzügyek jöhet. Most figyelj. Mik azok a szar tankok? Na szép. Még mindig van 26 ezer tank amúgy. Azt hogy csináljuk? Hát a hegy, meg ez kell. Encounter módban, szerintem. Hát, ja. Van vele turbója. Nekem kísérleti van rajta. Mert annak kéne menni a dombra, akinek van turbója, nem? Kimegyek be középre. Megyek én is középre, mert nincs turbom. Hát hárman kellünk középre. Egynek kell ott. Egy vagy kettő megy fel, nem? Ja. Te zoomar, azt megyek pénnel. Itt menjek el? Hát ide beállsz és akkor tartod az E6-ot. Bár nem tudom, hogy onnan fognak-e jönni amúgy, mert van, elég lassúak. Mert az kintelen kell elbújtatni, hogy csúnya vagyok. Ne lássák! Szerintem már esetek is átfelé, mert ezt játsszák. Balfaszok, amúgy kepeljünk, azt megvan. Nincs itt senki. Hát azért mondom, esünk át, az triple cap, az gold next. Fotot se kaptunk. Oh-oh. Jó az. Aha, trükkösek. Nem baj, itt mert ilyenk a hegy, azt akkor jók vagyunk. Tudjuk. Értek át is a 260 TP-t, öljük meg. Hegyen van a cső. Menjünk is rá, fogy. Az object is. El kell lőni. Hegyen van a két van. Jönnek. Pont szépen, hogy nem toljatok rájuk, csak vártok, mi tudjuk formolni a dombról őket. 60 TP például pénnel tudjuk formolni. Jó, csak jönnek rám. Ugye dobok egy bombázást én is rájuk, ha feljön neki törődés. Gyertek segíteni? Gyere. Ezeket ami rajtannak. Mit csinálni? Tudok. Jó. Egyébként rosszban vannak, csak lőjük le őket hátulról, azt a kobónak. Annyi. Egyet, annyi. Én meg hagyom a medeket közben. Egy tangot lőjetek. 60 tépist. 0 HP-m. Ez meg hat? Nem láttam. Igen, azt lőttem. Ez a 35-ös, az valaki.
35 HP. Kezó, most jössz te, Kezó, most jössz te. 907. Nagy lóvos. Hát meg az a harmadik, amit beküldtem neki. Jó, tudod meg 12 HP-m. Ha a chef nem hal meg, akkor nyerünk. Ezzel is oda kérhetne segíteni. Oda segítsének. Ha? De visznek bárhova, már kurva sokan vannak. Hát azért, mert nem egy tankot lőttünk. Amúgy a 260 TP meg itt volt lent. Még a Mozavis lehozhatjátok. Mert ez a Csé... B-ben meg lehet. Gandepem semmire. Ricsi, használd ki a Gandepet. Opa, kerítés felfogta. Azt nem értem, hogy ezt innen hogy nem spotoltuk el? Nem tudom. Amúgy. Pedig átjöttem teli basinen, legelőször értem oda. Vagy már akkor bent voltak a házak mögött, lehet, de nem tudom, hogy ez. Meg fater tépikkel voltak, és nem spotoltuk el. Az érdekes volt amúgy. Jó, egy veresség az nem veresség. Úgyhogy eléri. Bazeg. Az volt a vicc, hogy nem is villant a lámpám. Amikor átment, átestem a sinet. És a cséfön volt a hegyen. Hát az 3 szekkel később villan a lámpám. De nekem egész végig nem villant fel, hogy látnak. Na mindegy, érdekes. Pont azt figyeltem, hogy nekem nem is villant fel, hogy észrevettek vagy valami. Na jó, mindegy, ready up, aztán veressük neki egy kicsit, próbálgassuk a tankot. Gondba vagyok. Évét csapatjátok. Cool Black, mondom, hogy megvan a tank neked is. Nekem. Hát ha meg is van, nem játszottál még vele. Leonnal kemény egy csata, Cool Black. Cool Black, figyelj már, megvetted a tankot, és játszottál vele egy csatát. Ez... Ha megvár, amíg leszálltok a tankról, és majd akkor fog nekiállni vele játszani, amikor már semmi. De ez a Leon. A Leon már tudom, hogy egy éve volt bent. Várja, csökkenjen rá a követelmi. Jó. Egyébként ezeket az összerakós tankokat, ezeket soha többet nem rakják be? Elvileg nem. Elvileg nem. Azt a 780-at azt szeretném. Na látjátok, most már kapunk enemit. Ezek már nem annyira fogatlanak. Ezek már mások. A GLX. Hát igen, eljön. Tudok, hogy GLX. Gondolom, akkor egy, ha beérünk oda. Ide kellett volna a turbo. És nyilván eldobtam. Ez jó, véletlen lenne a spawnod. Igen, pont arra akartam kiukadni. Ez festés miatt. Játék is észrevette, hogy kilók szebb sorból. Amúgy halad, de ez csak nem olyan, mint a megszokott. Ja, kicsit lassabb. Hát turbo nélkül most megyek 36. Lezárjátok össze, mert blokkoltok úgy. Turbo nélkül megyek most 35-tel, úgyhogy hát nem tudom. Hát már is fölfelé megyünk. Hát erre kell a turbo, mert ez a kísérleti ez. Egy panti turbo mehet vele. Jó, lövök menet közben. Hát a V-staptól is pontosabb menet közben. Amúgy itt hagyhattunk volna egyet, így be tudnak minket flankelni, nem? Nagyon is. Hát arra az egyre meg rámehetnek, ha úgy van. Egy ott van. Le is pattant. Köszönöm, Chefnek meg 231-es lett a tankja. Ez komoly. Na, az igazság amúgy, hogy ezzel a 7 darab tankkal nem olyan jó játszani, csak mégis 7 darab 452-kkel. Az jobb, hogy ők csinálnak a 2-csével.
Igen, mert valószínűleg... Ne fognak jönni mögénk ide. Hát megjelnek, igen. Amúgy modulérzékeny ez a tank? Ammo repket kap, azért raktam rá izet. Gyújtják is amúgy. De nem, engem miért nem gyújtottak? Pedig port fellátmányom van rajta. Tocsi? Ezzel még menj vissza se... Ja, bocs, nem beszélek. Nyugodtan mondhatod. Egyébként. Itt nem vár senki. Jó, hogy megfogjuk ketten ezt a izét. Nem, ugye a sét crossba nem lehet el lőni. De azon, hogy középre el tudjátok lőni. Szép. Első is talált volna, csak... Nem. Very big spot, tercsi. Nem visszahúzom. Mert szerintem onnan akar sniperni bennünk a csél, legalábbis engem. A másik csak. Ez amúgy ezt a három tankot itt simán el tudnánk kapni egyébként. Már csak kettő. Ja. Aha. Jövök el hozzátok. Ha? Megint itt vagy se. Ők is erre gondoltak. Te hogy lősz be, ha nem lát rám? Mondd már meg. Érdekelne engem is. Toljunk már innen középről erre a momorra egy pusztra, itt van Kezó, hát, meg a pén. Erre rátoljátok, az megvan. Az... Arra az egyre? Hát erre az egyre, mert utána ezek is tudnak pusholni végig a bombázásnak. Ez jó? Engedj! Halljon meg! Kezó előre. Megyek. Elvittem. Következő. Menjetek csak, hogy el 0 HP, amikor visszahúzom. Egy lövéses. Sziron, te is állj le a pussal. Figyeld a hátunkat a csék miatt. Lép. Két rekket kaptam egymás után. Egy lövés. El fog vinni engem, nem lövítek ki. Annyi bubó, ez annyi. Egy ball fasz. Hogy elmisszelte? Lepattant. Ja. Hogy? Hogy? Gyere ki, gyere. Sziron, csak tarts, ne píkelj ki. Tudom nézni Sziron a bal oldalt, nézd a jobb oldalt. Faszért engem lősz. Igen, fel tud gyulladni a tank. Szerintem. Hát akinek van HP-je, rácuppan a szembesziklára, kepre, az cső, igazából. Indulok. Majdnem. El fognak futni. Azért két nagy HP-s ráciklánál kepre. Ezzel hátul maradhatsz itt kb, hogy ne tudjon innen lőni. Akkor már vagyunk. Nézem ezt a pontot. Bár elvileg nem tudott átrosszolni, ugye? Az A3-ban. Elvileg nem, mert ott a izé látja. Én láttam volna, de spotra baszott. A bounty felszerelésből. Hát egyébként én azt gondolom, hogy kettőt szerezem mindegyikből, Laci. Duhát egy gyors futás és sorban Turbo HP Booster. HP Booster nem is kell, merem úgy. Mert Turbo sajnál, hogy vannak kis felszerelések. Ott is jön az öcskös. Biket jó, de feladjuk. Aha. Bekeppeltünk. Megreteltük őket, mi kell még? Imádom ezt a tankot amúgy esküd, már most. Na, jól működik. Picit féltem az aljától, hogy így nagyon könnyen át lehet lőni, de amúgy annyira nem vészes. Rohadt könnyen át lehet lőni pedig. Igen, de most így nem tapasztalom, hogy nagyon
De jó ez a tank a játékban, mert jó vele játszani, és illetve nem idegesítő ellene játszani. Nem kezd ja. Jó, igen. Hova? De említek az alja, majd kapni fog egy buffot. De lehet, hogy ez nem igaz. Nem hiszem, hogy már befoglanak rajta. Hát így is kapott Wordpress egy csomó sebességet, motor teljesítmény buffot, rögpajzsot fixálták rajta. Na, csak a szórásán csökkentettük. Tegnap ültek ki, az izé volt Express Plus, vagy mi a szar az oldal, hogy említek kapni fog egy buffot az alja is. Bennom már himmel is, Encounter. Jók a pályák is nekünk egyébként. Hát középen itt át, nem? Hogy is. Na jó, én viszont tovább állok. Tovább jó játékot. Középen át mi? YOLO! Device suka! Hát végül is, érted, ez a tank. Az OP-452-kel. Ennyi. Easy win. De vajszuk le. Amúgy randomban esélyek az emberek vele. Voltam 5 csatát randomban ezzel a tankkal, mindenek dupla véve írózik bele az arcunkba. Simán megvan, ne? Megyek ki F1-be. Megyek veled. Ki is toljuk egyébként, vagy meg akarunk állni? Töcsé. Magát. Kettő hatvan ott van bent. Majdnem. Halló. Ugye 60 TP-ket pont el tudnátok amúgy kapni innen. Hát az nem igazán megérős 2750 ért oda bemenni. Max innen lenne. Ilyesét. Ilyesét középen, srácok. Trackölve. Hát ez nem igazán jó akkor. Na nézzel, mert hát az ilyesét kirúg, vagy valami sok tudok tikeppelni egyszer. Csátok 60 TP-k. Ezeket el kell lőni, mindenképpen. Ezt a objectünket formálja az ilyen sét. Ezt a két tankot, ezt meg kell lenni. Ezt egyszer kell ritussolni, és akkor meg vagyunk amúgy. Gyere, gyere, kezó, gyere, kezó, kezó, gyere. Menjél ebben is, menjél. A fonci, ezek próbálkoznak. Ja, látom. De ez nem lesz jó. Ja, nem vagy rájuk megyünk, vagy... De... Öljétek meg őket! Azért mondom, vagy rámegyünk, vagy visszahúzzuk. Mert csak így blokkoljuk. Sziron, be kell indulni, és a csét el kell vinned. Valaki, egy fészhág, vagy gyere. Legy amúgy. Olyan puncik voltunk ott, hogy hihetetlen amúgy, de mindegy. Csét, lőd el, csét, Szilón a csét. Lőd agyon.
Nem értem, miért nem mentetek be ott amúgy. Fölvesztek egy lövést is, meg van easyben free-be a két tank. Gonkire rá tudunk menni. A kettő ott van, mindegy. Ha, mindegy akkor. Kis HP-sre menjél, kis HP-sre. De igazából már jön a csés, meg az is jön. Ja. Hamorrepet kaptam, az komoly. Riment el volt fent. Bubu, experiment el volt fent? Nem hiszem. Hát de miért? De amúgy... Nem hiszed. Hát de mondtam nektek, hogy a frontvonalat, ha már csapatjuk egész szépen, akkor vegyétek ki. Én kivettem 4-et vagy 5-öt frontvonalból. Nekem is lett 3-2-es szintű, meg maradt 1-1-es. Én csak azt vettem. Mit kell kivettem? Maximum 2 vagy 3 meccset mentem frontvonalból. Nem volt sok időm hozzá, sajnos. Kísérleti HP-t kell kísérleti HP-t. Frontvonalból. És akkor nem szállsz el. Nem gyújtanak ki, vagy nehezem. Nem a múrek kell neki azonnal, maximum sárgítják. Hát papíron egyébként megtehetik Loku, de mivel ez a tank kvázi fizetős tank, nem az, de mondhatjuk rá, hogy az. Nem fognak hozzá nyúlni, legalábbis nem fogja gyengíteni. OP-ben még tehetik. Főleg úgy, hogy fix darabszám van belőle, szóval több nem lesz. Igen. De amúgy, hogyha elfelnék a tankot, akkor eléggé nagy közfelháborodás lenne szerintem, és a vége ezt nem fogja bekockáztatni. Jogsevűjék amúgy. A tank nem OP, tehát erősebbé még tehetik, de gyengítre meg nincs értelme. Mire volnék kíváncsi, hogyha az ellenfélnek, mondjuk van töke, bőnek ők is az A1-be. Sebesség miatt előnyben lehetnek velünk szemben. Itt értelme. Hát az ilyen sérülés, igen. 2-77-ek is sokkal gyorsabbak. De úgy zúrza ezt mondani, hogy randomban az emberek meg vannak őrülve. Nyomják a dupla V-t, láttam én is, falkába mennek. Én most randomba szerintem egy hétig be sem megyek. Én most mentünk 2 meccset, de... Én már egy hete nem játszottam randomot. Max Artival megyek. Rondványoztam. Aha. Akkor ott a 900-ig. Az egyik legalább biztos. Másik meg ma a picsánkba. Ezek jó gyorsak. Annyit kaptunk a crosszon. Ezt ki tudjuk nyírni. Aha, menjünk rá. Kerüljétek ki, aki kibírja a bombát. Vagy sem menjen rá a szirón. Pater, de hát el tudsz menni mellett, na miért kell átmenni rajta? Gyere, rettene, te állj már meg, baszki! Nem fognak ideérni a tankjaik hátulról. Ott a 600 HP-s. Előre így sérsz, hogy az early az is jó. De lőjetek már fókusz könyörgöm. Megint forogtok össze-vissza. Jó. 277 köztetek. Early egy lövés. A DPM-et szed ki. Jó, de az early egy lövés.
Oké. Okay. Hogyha szemből nem megy. Faszom. Miért nem? Úgyhogy hát ő volt följebb azért. Ja, az valid. Ziló. 107-et el tudjuk. De megint forogtok, egy tankot lőjetek már, könyörgök. Szilón, ott van mellette. 907 mind a kent a három tanka. Ziló meg fog halni. 907, még mindig a 907. Amúgy nézeszerűen a játék, hát olyan, hogy bébre ügynök lenne az ellenfél. Csak itt állsz a bombázáson, meg minden. Az? De Pened, bekönyörgöm. Jó van, hát. De lő a 277, mennyire áll ki elég? Blokkodj. Srácok, de az ellenfélnek játszottak már a játékot, mit fizettek nektek? Hú, ez külön oktatás lesz, azt úgy értettem. De amúgy az, amit ott meg Szuró mögött, és így mondani kerültek ki a bombázást, hogy átsétál rajta, és így what? Hát csak azért, mert simán volt hely eljönni mellette. Igen, én elmentem mellette simán amúgy. Ah, imádom. Az őrlita fenn van a dombon, akkor hiába lövöd. Az elején az szépen kapott egy fókuszt és nem halt meg, mert utána nem lőtt. Én mondom, hogy Sztirón, te beépített ember vagy. 550 sebző csapattársba. Pater! Valamiből meg kell venni a tankot. Hát honnan volt rá pénz? Szerinted honnan volt ennyi kötvényem? Biztos, én egyet van, jövök, aztán el kell lépjük. Ja, én is valamosan megyek. Azért kaptam Szirona, hogy nekem nincsen meg 3D skin-em. Így van, de úgyis. Rá akartam lőni a tizére, a 900-es pont bejött elém. Hát megzavart az tényleg, mindenki ott van a 3D skin-nel. Igen, tudom. Tűcsad fel a replayt? Mindjárt nézzük. Amikor elmesztem a replayt valamelyik vasárnap, talán ezen a vasárnapon, vagy múlt hét vasárnapon, rengeteg ilyen team damage-ünk van. Néztem, hogy hogy veszít HP-t a tankunk, mi lőtt el, és akkor hogy nézem a replayt, a csapat damage, aha. Nice shoe. Igen. Jó, ellenfél. A másodszor is megkapod a segbelövést. Hát autóémekkel összejön. Na, tessék, chef, itt az első számú klánod, amit szerettél volna, mondod a... Olyan. Jól. Ok. De ezek ellen, ahogy mi tehetünk. Most őszintén. Az a pocsolja elég. Berássolsz a kettre. Ráböksz egy emberre és mondja a taxot. Nem tudunk olyat nézni, hogy mondjuk négy tankkal játszunk itt hárommal meg a dombban például. Ez hülyeség. Ezek eszemben. Akkor megyünk mi a dombra majd. Ha elveszik a hegyet, akkor utána gatya a lentieknek, nem? Akkor nézzünk egy négy tank a dombon, három lent. Azt sem nem veszik el annyira. Ezt neki tudja, hogy látjuk. Az a baj, nagyon jók, meg nagyon jó tankok, hogy is benn vannak bent. De el lehet lőni az előtted. Ha persze, hold le rövök. 260 a kepen. Gondoltam, aha. Azt tudjuk farmolni, kezú bugd. Ladott. Okay. Menjetek föl a malomhoz, jó? Oda, go! Go Huldánba, menjetek föl! Menj föl! Essünk rá! Nem, hanem... Csak ki kell píkeni rá. Menj föl a malomhoz, menjetek föl hárman a malomhoz! Azokat le kell pusholni, fonci amúgy. Itt van még egy 60 TP-s. Nyomjátok meg a dupla V-t, az E5-öket meg kell lőni. De a kezdő kicsit így fel kell menni a szélére. Okay. És akkor már... Ne csináld, csak mutatom, hogy mit kéne csinálnod. Ne píkelgess itt 200 HP-val nekem. Mögötted át. Hajdalok. Ilon! Nem menekülj! Hát ez így jó, mert már lentről is lőn. Lőd el! Amúrek! Kezó, mögötted van egy sé. Láncolva, ja, mindig.
Ornyok lőttek. Amúgy full, eléggé királyunk működik, szerintem az a 42 kell randomban sem volt rossz, igazából ebben a formátumban sem tűnik annak. Na, valaki beugrik el jönni? Nekem is mennem, keskacó. Nem, mert dobunk ki egy izét. Szoszit. Azt hiszem, én is megyek formalist frontvonalba, csak kíváncsi voltam arra, hogy működik a tank így hétből hétben. Ja. Köszi a játékot, meg a meccsekes kacok. Akkor jó, jó. Amúgy nekem bejön egyébként. Én se bántam meg. Nagyon nekem is. Köszi a játékot, sziasztok. Köszi a játékot. Köszi, csecse. Hello. Na viszont a fejben ma jöhet valaki a gondoljátok, csak elmondom a streamen, hogy WhatsApp van. Na, urak, YouTube nézők, én azt mondom, hogy szerintem ez a tank amúgy nem rossz. Tehát én így élveztem a játékot vele, szerintem amúgy egész jól működött. Nem tudnék rá igazából rosszat mondani. Hát nem tudom, majd aki nézi az élőadást, majd írja meg, hogy neki ez a tank bejött, vagy nem jött be. Szerintem be lehet vinni amúgy most így nézegetve, amit csináltunk. Szerintem jó az alfa, fog tudni működni. Nekem eléggé bejött. Na jó, viszont a terv következő, nagyjából 7:30 van. Kicsit formolgatunk van a játékmódban. Mert kell a kredit. Ja, igen, viszont nem lesz YouTube élőadás, mert a gépem nem bírja a frontvonal játékmódot ilyen dual streames megoldásban. Tehát nem fogom tudni streamelni a játékot YouTube-on, tehát a Twitch-en megyünk tovább, mi nagyjából egy ilyen 2-3 órán keresztül toljuk vele. De. Nem fogom tudni streamelni YouTube-on, tehát ez most csak egy sima normál standard Twitch élőadás lesz a továbbiakban. Aki akar jönni játszani frontal játékmódot, írjon rám, ilyen nézői játékok mennek. Mi nem elég hozzá? Nem tudom, a frontvonal zabálja az erőforrásokat, egyszerűen nem bírja. Na, jól van, viszont YouTube, köszönöm a figyelmet, nekem a tank bejön, örülök, hogy megvásároltam. A hozzászólásban írjátok meg komment szekcióba, hogy nektek erről mi a meglátásatok. Jól van, Jocigát YouTube, akinek még van kedve nézni kontentet, ez a tankkal, nem ez a tankkal, hanem profan játékmúr kontentet, nézzen fel Twitch-re. Addig is YouTube, hasta la vista, ciao.